napol állnak a vinfolán, engem látsz, a rúzs nyom engem vár. Jön perc voltam, de elég már, a sírom, túrom, ha nem úgy áll. A nevem négyen véste a padba, hát nem szerethetsz más. Róbert voltam, de Robi szár, a sírom, túrom, ha nem úgy áll. A nevem négyen véste a padba, hát nem szerethetsz más.
oldalat jártunk, részeg a pámmal, minden kocsmában italoztunk. Fejünkön vérdíj, sírhelyünk elkelt, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangbőrrem kell, Csabán így szólt ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán mennyi más. Én éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, ső azt mondta, hogy elmegy. Soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk. Fejünkön vérdíj, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrrem kell, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban. Szinte vártam e percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. A puskám, fog aztán mennyi már. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörrent. Hát így érünk véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány király lány. Király. 16, több valamint három, s amidőn az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn, Vitéz Mátyás király urunk, menj beszállas, érette Dabke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs.
köslőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunán hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Sziasztok! Ha jó napot! Várjál, nem látszott. Nem is akarok. Hát két opció van. Vagy kicsi a kamera látószöge,
vagy sokat ettünk. Ez a kettő van. Üdvözlünk mindenkit, ez egy random live, nem volt 100%-ra betervezve, sőt, nem is mondtuk, hogy lesz. Itt van velünk ennek ellenére már is Luca, Krisz, Berta, Zsolt, ott a klónod. Ott vagyok. Ott ír. Most itt vagyok, vagy ott vagyok? Mind a két helyen. Csenge Balog, Sin, remélem jól mondta a nevet, John, Pető Nóra, Lili, Gréti, Hanna, Treckó, Nóra, Antvelli, Luca, Hargita, próbálok nem kihagyni emberként. Nightbot. Dávid Marika. Dávid Marika, Nightbot, Zsófi, Bea, Hanna, Out Hanna is beköszönt. Remélem, Bodza Bódist is látom, Molnár András, Zekronitot is, hát szia, Dóra SSO-t, Galambos Dorka is megérkezett, üdvözlök mindenkit. Annyi, hogy olvastuk közben, amiket írkáltatok, az elején akkor egy kicsit előjön a tanárbácsi, óvóbácsi, figyelem, 2 percet. Mi az? Mit mondtam? Nem te. Ja, jó. Jó, hogy ilyen random rögéseim vannak, sem. Nem ittam, engedel. Esküszöm. Megint rossz a wifi-m. Tényleg vizet ivott, tanúsítom, vizet így kapott. Van, vizet. Mióta vannak ilyen talik? Az, hogy a Zsolt itt van, vagy mire gondolsz? Előfizetett 70, de hogy is? Igen. 70 ezer forintot. Elég sok pénzbe kerül, hogy itt üljek, szóval nem olyan jó ez nektek, na mindegy. Igen, igen, és még dolgoztatom is. Igen. Mire érted, a mondókonra, vagy a mongufta találkozóra? Biztos víz volt? Hát a csapó, ha nem víz folyik, akkor áldom az Istent, ha abból sör jön, vagy bor. Sajnálom. Sose sajnált. Mongúftatalik. Hát figyelj, 4 éves lesz a csatorna 19-én, első évben még szerintem nem volt, utána volt, tehát 3 éve van. És most lesz a harmad. Várj, elsőn voltak a Sketivel kb. 8-an, kemény sokan voltunk, aztán utána voltunk kicsit többen, és tavaly voltunk 28 körül, az igen, akkor 4. Számolni tanulunk. Szia édeskert! 1, 2, 3, 4. Zselyke Virág Szabó, üdvözletem. Dóra SSO, amikor azt hiszed, hogy vizet kapsz, aztán kiderül, hogy pálinka. Azaz. Azt mondom, akkor nem így vigyorognak. Nem. Amúgy én nem szeretem a pálinkát, ennyit annyira azért elárulok. Annyira amúgy énsze. Énsze? Énsze szeretem akkor a pálinkát. Akkor eszentül a mai live-on pöztén fogunk beszélni. Egyszer megcsinálom, esküszöm. Jó, meg is van az április 11-i tréfa. Április 11-i live-ban fogunk majd egy kicsit pöztén beszélni. Igen, elrontottuk a nyelvünket. Megégeztem a live előtt a nyelvemet a pálinkával. Nem kell, csak ráharapjon egy cígyó. Egy nagy vipera. Bonjour. Ó, a bonjour izé is ki lesz, a Nabu is ki lesz a mondókonon. Láttam, hogy posztolta. Én szoktam nézni néha a Nabut. Ki? Nabu senpai. Nem ismerem. Oh my god. Nem tudom. Az a gond, hogy én ilyen... Újkori YouTube néző vagyok, igen. Jó, nem ismerem elég. A mostaniakat. Egyszer ilyen felvilágosító órát kéne találni. Nem hallok semmit. Nem hallod magadat? Nem, még a játékot se. De egyszer valamelyik fiatal izét megkérem, hogy tartsatok nekem valami felvilágosítót. Valami nem oké, mert csak bug. Bugs? Jó az. Várjál. Jó bugás. Játékot ti hallotok? Szerintem lehet, hogy levette jön a nullára, nem? Nyelvtantanárt. Haj, de jó lenne. Oh. Na? Kezd visszajönni, de írtó halk. Pedig ez maxon van. Hát, valami nem jó, mert nagyon-nagyon halk. Hát akkor nézd meg lent a izében, Windowsban. Jó, így jól hallotok a játékhoz képest, rácok, ha 50-re állítom? Nem kell kilépni. Most jó, most oké. Jó lesz. Zsolt, ha jössz a mongufra telire, akkor majd megint fogsz táncolni? Ez titok? Igen. Nem, majd lesz egy kis perső, amit körbeadunk, és ha eléritek azt az összeget, akkor táncolok, ha nem, akkor nem. Igen. Szia, Petra, mindenkit üdvözlök. Annyit akartam még az elején mondani, hogy Hanna, olvastuk, amiket írtál, hogyha anyukád megszabja, hogy mennyit YouTube-oz, akkor ne akard az, hogy elveszed a telefonját, stb. Tartsuk be, amit a szülő kér, ezt muszáj hangsúlyoznom, egy kicsit tényleg komolynak lenni, olyan szempontból, hogy ha a szülő azt mondja, hogy 2 órát nézheted a live-ot, 2 órát visszanézhető lesz mindig, úgyhogy ez ennyi volt a részemre, az, hogy a szülő az első, én a második, ezt maradjunk ennyibe. És akkor szeretne jönni Bátori Anna játszani,
szerintem. Fahéjas Csiga, Bodza, Lili, Hargita, ki lesz a gyorsabb? Vagy Zsófi. Tehát, hogy írjátok a neveteket, és aki a gyorsabb lesz. Titanicot fogok énekelni. Bodza és Lili, Hargita, Bodza. Lilien ezt bevállaltam, hogy Titanicot fogok énekelni. Akkor Hargita az a következő adagban lesz, meg a Fahéjas Csiga is, mert megteltünk. És igazad van, bevállaltam. Ne. Igen. Emlékszek. Jó. Akkor jó. Zsófi, Fahéjas Csiga, meg Hargita következő felírod, hogy ők egy másik csapatban lesznek? Ha, De most ki az a... Jó, itt a csapat, oké, okay, gyűlünk. Őket írd be, és úgy lesz, hogy játszok egyet veletek, egyet a Zsolt is, és utána lesz csapatcsere. Zsófi. Igen, Hargita, meg a Fahéjas Csiga lesz a következő adag. És hallod, már telefonban is össze vagyok, azt írtam Zsófi. Oké, okay, Nóri, arra még nagyon várni kell, mert most is még ez lemegy kettő kör, utána oly velük kettő, azt megnézzük. Most már Fall Guys-nál is ott tartunk lassan, mint Fortnite-ban, hogy föl kell írni a csapatokat. Örülök, hallod, ez nagyon jól fog kinézni a mobilomban, amikor megnyitom a jegyzetemet, és lesznek benne random leányzó nevek. Szóval addig azért legyetek türelemmel Zsófi, Hargita és Fahéjas Csiga, akár addig játszatok együtt, ha úgy van, és utána úgy is folytatjuk. A cicával kezdjük, aztán megveszük a Sharkbot 2.0-át. Addig is, hogyha szeretnél minket támogatni, Superchat, Supermatrica, tagság, köszi, és akkor csapjunk bele. Macska tudom. Addig játszunk, amíg kimaxoljuk a szintet, tehát még van azért lehetőség. Ready? Go! Ready player one. Milyen ez a cica? Nagyon jó. Krisztián ajánlotta, hogy jó, ez nekem meg megtetszett. Van olyan lány név, hogy Fahéjas Csiga? Igen. Ja, igen mondjuk. Nem, akkor ez várja, ilyen jogos! Igazatok van, de akkor ez ilyen bevásárló lista, hogy Zsófi, Hargita, nekik viszek Fahéjas Csigát. Vagy Hargitán élő Zsófiának Fahéjas Csigát. Igen, nem. Zsófi, Hargitán élő Zsófi szereti a Fahéjas Csigát. Igen. Szia, édeskör. De amúgy erre a leglogikusabb válasz az lesz volna, mert hogy ha van Fahéjas Csiga, akkor feltenném a kérdést, miért édeskert? Hát... Ennyi! Nem akarom, na. Nem, de hát figyelj, a fahéj is édes, tehát az édeskertben megteremhet a Fahéjas Csiga. Na. Valami nem lesz jó. Azért olyan kertet szeretnék, édességkertet. Én sós kertet, mármint hogy a pizzás kert? Csigát jobban adom. Ja. Vagy ilyen ropi. Ropit, a ropifa. Egy ropi. A ropifa. Vagy mint a burgonya, tudod így, fognád is vennéd ki a ropit. Oda nem mész. Az a tényleg nem nagyon kéne live közben. Lesz majd ez a szó live. A legelső tagságnál már láthatjátok, mi várható a héten, mikor lesz és a leszekre nem nagyon válaszolok. Annyi, hogy lesz persze, de hogy mikor, azt az összes tagságnál levő cuccnál már láthatjátok. Úgyhogy érdemes tagnak lenni többek közt. Ezért is a jó Isten adjon neked, szakadjon beléd a Marék Nápolyi, túlélem! Tarara, tarara, túléltem! Vigyázz Zsófi, harap a Nightbot, Luca nem fegyelmezte meg eléggé. Merre mentél, Julán? Bebújt hátra, azt hagyjad ilyenkor, csak azért mondta. Aaaaaah! Három emoji arra, figyeljetek, igen. Pedig olyan szépen mentem. Gyerünk, ugorj! Ne nézzétek fülessel, az pont úgy kell, ennek úgy a csatornának ez a legjobb dolga, hogy feljössz, és akkor ha be van dugulva a füled, akkor Dave az simán kidugítja egy pillanat alatt. Én mindent is, kivétel a lefolyót, vagy a WC-t, azt nem. Ja, azt nem tudod. Dugulás, elhárítás nincsen, csak dugítás. Na, mozogjatok már! Hopp! Jó, nagyon jó. Na most arra... Ne fogd már meg, mit csinálsz? Nyugi, megvan, easy. Top 15. Valamelyik mongusta megfogott. Top 14. Ennyi. Nem kell itt görcsölni. Ajjaj, szegény mongusta majom. Az a Lili lesz, vagy ki? Ki a mongusta majom? Nem tudom, valamelyik megfogott téged. Igen, a mongusta volt? Köszönöm. Aha, mongusta volt. Kifagyott a Fall Guys. Hát, az nem jó. Szegény majom, tényleg hogy állnak a többiek? Itt nincs mongufta. Ó, oh, már csak a majom van, a többiek akkor beértek. Aki beért, az írja, hogy beért. Na vajon ki fogta meg?
Jól van, akkor oda megy egy feljelentés. Lili, vagy ha Talin játszunk élő Fall Guys, de nem játszunk, mert az morbid lenne, lelököd a másikat, meg lerántod. Hát meg... Meg lefogod. Azért ilyen farkakat beszerezni, hogy legyen farokfogdosás. Jó, és akkor ez meg már csak zárójeles, hogy amúgy a babok fenekén vannak. Most oda beszúrkálni a farkakat. Egyszer megcsináljuk, hogy esküszöm, ha lenne ilyen, hogy élő Fall Guys, tuti elmennénk kipróbálni. Végül is figyelj, hogyha kiépítenek izéből, mint az ilyen ugrálóvár, meg ilyenekből hasonló platformokat, meg lehetne oldani. Persze. Hát vannak ezek a játszóházak, én voltam nem egybe, amik ilyen igen. Gyerekként amúgy nagyon vicces, így elkezdesz benne menni, végigmész, és akkor végén ott van az labdatenger, fú, de imádtam. Múlt éjszaka nagyon nagy vihar volt nálunk, szomszédba be is csapott a villám, egész éjjel dörgött, meg villámlott egész hétre ilyen időt mond. Igen, nálunk is vidéken, a nagyimnál és a kutya tiszta ideg volt. Én, aki Tesin, tavaly farokfogdosóst játszottunk. Én azt olvastam, csak nem tudom elképzelni, hogy... Hát, hogy eljátszák, hogy mintha lenne farku. Hali Rami Pásztor. Aki pedig még nem iratkozott fel, iratkozzon fel, dobjatok egy lájkot, srácok. Mondtam, hogy a 19-ére csatorna szülinapra elérnénk az 5000-et és 24 órás tartunk utána, az tök menő lenne, de még 160 mongufta kell. Hát, hogyha meg... Bassza... Akarom mondani, enye-benye! Tehát, hogyha a 160 mongufta meg lesz a születésnapra, akkor nagyon örülünk! Na! Kicsit néha elfordulok majd, hogy a másik fülemet is. Ja, jó. Súgjak valami szépet a füledbe. Ja, igen, légy szíves. Tudom, hogy nálad ez a suttogás. A szellemekkel suttogó szellemek elmentek. Tehát, hogy úgy voltak vele, hogy ha Dave így suttog, nem maradunk itt. Tehát, hogy... Na, azon miért nincs senki? Tessék! Most már van, tessék. Nem értem, hogy diszkriminálják a... Az ugró helyett. Jó van, Hanna, nyá! Hú-hú! Az nem volt jó ötlet, dehogy nem. Hú-hú! Nyugi! Nem mertem oda nézni se te. Hopp! Megvagyok, nem kell parázni! A déva, hogy játszik... Az megér egy bisét! Hopp! Dehogy ne! Easy! Agúna szakadjon beléd a nyakad és tépjen szét három dinoszaurusz, miközben csócsálják a csontvázad! Nem. Ez mi a szar volt? Hát pedig már ott lett a hülye gúnár! A gögös gúnár! Dögös gúnár, Gedeon! Én hiába mondom be, hogy mit néztem gyerekkoromban, ti már azokra nem is emlékeznétek. Bambi... Süsü a vaddisznó... Zsófi, olvastam. Nem tudom, hogy lesz-e hűtés. Gondolom, hogy a belső légtér az valamennyire légkondicionált, hogy az mennyit ér, erre nem általában. Tudok nyilatkozni, mert hogy ugyebár nagy a tér, és általában az szokott tenni, hogy bemennek az emberek, kijönnek, és azért van egy ilyen... Szegény cápa kiesett. 4-5 ajtó mondjuk egy ilyen nagy Hung Expo-s csarnokba, és hogyha azok folyamatosan nyitva vannak, akkor... Igen, Süsi a vaddisznó, azt megnézném. Nem tudom. Én vagyok a híres... Mi is lenne hétfejű vaddisznó? Jó, Lili bent van, sajnáljuk, Anna, nem baj, ügyesebb voltál már sokkal, látszik, hogy gyakoroltál, amúgy büszke vagyok Annára, láttam állandóan, hogy formban Fall Guys van, a Steam elárulja. Én, aki megvettem a Fall Guys-t, és azóta olyan 9 óra játékon van. Én a Süsü a csüngő hasú malacot nézem, az a második széria, igen. Az mi? Süsü a vaddisznó? Igen, az egy új mese. Igen. Dehogy is. Erre itt már. Zsolta is a Zsolta hétfejű Dév. Ja. Jó van, oké. Okay. Tényleg igen, ha már szóba jött, holnap után, tehát szombaton és vasárnap találkozhattok velem a Mondokonon. Mert a kinn a videó, csak kutya nem nézi meg, tisztelt a 158 ember. Hát attól függ, hogy milyen cosplaybe jössz. Nyilván, hogyha nem tudom, ilyen full pamut nem tudom én mi, akkor ez nem lesz jó, igen. Ez nem lesz jó, ez nem lesz jó! Jó az. Jó van, csak jó most az. Mindjárt fejbe tolsz a konzoler, vagy a csillag. Csillagokat láttam, azt megjelent a nejem, ajajajajaj. Vises verzió, jó van.
Én itt nem tudtam tovább menni már. Itt ért utol. Aha, aha. Jó. De nem! De nem! Tom, de nem! De bassz meg, hogy meg akarom mondani, miért nyúkálsz hozzám! Jó, jó. Meg vagyok. Jó. Vagy itt estem le? Én már nem tudom. Itt is le lehet. Itt könnyebb. Jó, hála az égnek, hogy már itt volt ez a nyavaja. Volt, amikor nem volt itt, azt leestem. Ó, csasz meg, mi az az akadály? Utállak. Van, aki benn van? Ezt nem nekem mondta. Nem. Attack on Titan, Levi, full body van, hosszú gatya és ilyen ünneplő felső. Bejutott Mongufta? Az igen, Zsófi. Az jó lesz akkor. Vagy nem, mert akkor kilépünk, ha nem. Lili kiesett. Jó, osszátok közben Instán is, hogy indult a live. Ez gyönyörű teljesítmény volt. Rami, én is ugyanígy vagyok ezzel. Megvettem, mert olcsó volt, és úgy gondoltam, hogy majd egyszer valaha jó lesz. Néha játszok vele is. 1-10 mondjatok egy számot, és Zsolt azzal az outfittal lesz. Aki legelőször jön 1-10. Lilit látom a telefon. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ez szép lenne. 8. Gatyás pingvin. Tehát, hogy... Ez gatya, nem szoknya. Nézd be a szoknya, mint gatya. De... De, hát ilyen... De miért lenne előnyitva? Ezt akkor jó kérdés. Na jó, ezt azért írjátok meg, hogy gatya vagy szoknya. Jó, Lilinek mondjuk 1-10. 7. Mi volt ez? Szóval mégis említésre méltó, hogy tegnap jöttem rá. Victoria de Angelis-szel mindketten bikák vagyunk. Igen, ennyi eszem van, hogy eddig nem jöttem rá. Ma ilyen érdektelen információkat fogok mesélni. Rendben, nyugodtan, szoknya. Akkor majd karácsonykor. Gatya. Én ezt mondom, hogy gatya, fi, ez egy valami sportolói ruha. 2-1. Annának lehet igaza van. Lehet. Na, közben kezd el velük, ha meghalsz, akkor meg még egyszer jön ez a csapat, és utána az új csapat. Azt elmondom nektek, hogy én billentyűzetes vagyok, és mindent jobban tudok billentyűzetem, még a verekedős játékot is. Törölköző. Nem, torulköző. Ja, Torulköző. Jó. Szerintem ez valami rontás. Torulköző! Ez ilyen Harry Potteres volt. Lucának köszönjük, hogy megosztotta Instán, ti is osztátok, srácok, kb. Ilyen 3-4-9-ig. Hát nem addig fog tartani, ameddig kimaszoljuk. Az egyik Monguftának ma van a szülinapja, nem? Kinek? Nem ma van valakinek? Volt valakinek tegnap előtt. Tegnap volt? Vagy tegnap. Tegnap volt? Van valakinek ma szülinapja? Kezeket föl, úgyse látom. Szia, Fanni. Na, Fanninak nemrég volt. Mintha Instán emlékeznék, sírba, de nem emlékszek, visztek, hogy mikor. Akkor éleszek a síráson. De bárki is az, és itt van neki boldog utószülinapot. A sírás az dalba is benne van, mert ott van a Kökény Attilának a rád gondolok és a sírás folytogat, hogy sírás folytogat, ennyit csinál, de hogy... Jó. Ezt a hármat jól van. Igen. Mongufta Family Fan, üdvözlünk a csatin, iratkozzál föl! Bár ha látnál Naruto Ultimate Ninja Stormot játszani billentyűzettel, bánat, az Bea, én tegnap Tekken 7-eztem billentyűzeten, és... Fú, te. Na, az is egy idegörlő, de imádom. Lesz Tekken itt is, már megvettem annó. Tudom, azért vettem meg én is. Tényleg jó. Amúgy szép nagyon a grafikája. Egy zseni a grafikája, csak nagyon hosszú a történet, szóval én a történeti részét nem tudom, hogy mennyire fogod érteni, meg ilyesmi. Mert régen tekkeneztem még annó 90-es években, amikor ti még nem étetek. Hát nyilván én is PlayStation-en a haveromnál játszottam. Azzal toltam, első Tekken. Én meg izé voltam. Emlékszel, Planet Zóra nem lehet elfelejteni. Lehet, megyek a találkára. Várunk mindenkit, mind a Mondókonra, mind pedig a Mongufta Family-re is. Csak majd előtte írjatok, mert tényleg egyeztetünk meg mindent. Figyelj oda, valami ilyen Nightbot rád harapott. Nem baj, jó ez, még meg lehet. De látod, a pingvinnek ez ideális pálya, tehát hogy havas. Semmit nem számít, de azért hátha. Igen.
Hát én itt inkább itt szoktam menni. Én is. Bár Jana meg közép itt átboxolja ott magát. Igen. Igen. Meg is lepődtem. Nemrég különben. Ja, itt érdemes a két széle közül menni. Igen, igen, igen. Nem jó. Nem baj, nyugi. Különben csak egy napon van. Nem most van, igen. Egy nap van a szülinapunk. Április 15, az nem most van. Jó lehet. Csak vigyázz az fejben, ne kólincson. Juhú! Ügyvéd úr tovább jutott az első fordulón. Negyedik lett Anna. Gratú! Az igen, Anna. Szép. Na, ott a felhő hotdog, vagy villámos hotdog, és a majom. Gyerünk, majom. Akkor már ezek szerint... Jaj, szegény majom. Átfordítasz, hogy lássuk az irányát, így. Ja, bocsánat, igen. Semmi baj. Még egy érdekes információ, Damiano David képtelen válaszolni nekem, hát mi az, hogy a Mongufta Family fannak nem válaszol, ez is nagyon érdekes volt, igen. De miért középre mész, ahol nincs semmi, szegény majom? Ott dobbantott, ahol nem volt semmi. Ó, majom. Szia Viki, mi újság, hogy vagytok? Amúgy Anna vagyok, csak ezzel bátrabban kommentelek nyugodtan. Hát reméltem is, hogy Krisz jössz, és akkor visszaadod nekem azért földi magyarót, amit elvettél azóta is. Még nekem is lógnak amúgy egy karalábban, mert valaki kaptam ajándék karalábét, azt valaki berakta a szatyrába, azt nem kaptam meg. Na ezért megyünk el. Szia, csak. Melissa, ezért, csak hogy hozzon ezért valaki egy karalábét nekem. Ja, a gumicuki volt. Azaz. Igaz, Krisz. Szia, csak Melissa. Csak viccelek amúgy. Szegény bodza. Csak olyan érdekes volt, amikor rám írtál. Mi a baj, bodza? Jaj. Nightbot írja, szeretné egy következő 24 órás live-ot, iratkozzál fel és érjük el az 5000-et. Igen. Hogy adnám a Nightbot hangja, Forgács Gábor. Ja. Azt hittem valami keresztapa paródia ja, lesz. Ja, az is jó. Kiestem, semmi baj, figyelj, én is csomó szó. Sose láttad? Voltam ezen a pályán. Dév, nekem lassan egy éve jársz egy kekszel. Lógok, nem? Én Janával járok, kekszel nem szoktam. Amúgy is nem szeretem a kekszet. A sósat igen, a tucot, de a sima édes kekszeket nem szeretem. Nem tudsz arra felmászni, csak a mazokra. Tényleg? Igen, nem éred fel. Nem voltam még ezen a pályán. Akkor ezt bukta meg, kétszer kell körbeérned. Nem baj. De azért próbálkozz. Nekem meg zoknival tartozó, amiért fizettem. Luca, ha jössz, esküszöm, várjál, föl kell írnom majd, hogy egy Lucának egy zokni, büdöset vagy tisztát? Hát nyilván tisztát, viccelek. Tehát, hogy a Julán olyan hülye, képzeljétek el, hazajöttem, ez kicsit undorítóan fog hangzani. Hazajöttem, és a Julán elkezdte lenyalni a kezemről az izzadságot. Ja, vannak ilyenek, igen. Elkezdte nyalogatni az izzadságot, majd bedugta a fejét a hónom aljába, ami tiszta izzadság volt, mert ugye utaztam 3 tömegközlekedési eszközön, és elkezdte nyalni, amikor már rászóltam, hogy ez már undorító. Fura ízlése van. Hopp. Itt van, ami előre dob, van, ami hátra. Úgyhogy Jolánnak random fura dolgai vannak. Miyaki. Jó, arra föl tudsz mászni amúgy. Nem akarok. Jó, akkor menjél lent. Emberek, csak annyit mondok, hogy egy kicsit más leszek Mongufta Talin, klubosok sejtenek valamit, rendben. Én ugyanilyen leszek. Ezt bevallom őszintén. Nem fogok változni addig. Én nem tudom. Ne, engedjél már el. Majd meglátjuk, ne spoilerezzen a klub nekem, de én beszarok, hogyha a Krisz nőnek lesz öltözve. Mert ha felöltözik az SSO karakterének, én esküszöm, hogy nem tudom, mit adok neki. De ne spoilerezzünk semmit. Milyen napotok volt? Hát én végig utaztam vidékről, meg voltam a nagymamámnál, segítettem neki, kutyáztam, unokaöcseimmel találkoztam. Fárasztó napom volt, de jó volt. Bea már megbeszéltem anyuval. Nem jó. Ennyi. Amúgy Dave szerintem meg sem fogtok ismerni. Nem az a lényeg, hogy én megismerjelek. Te bemutatkozol, azt elhiszem, hogy te vagy. Hát. Igen. Várjál, volt olyan egyszer, mi volt az? Kávézó, ki estél? Ki? Többiekben vannak? Kávézóban volt az, fölismert a csajsz, és mondja, tudod ki vagyok? Mondom, nem. Szoktalak nézni? Mondom, az egy dolog, hogy te tudod, hogy én ki vagyok, de én attól honnan tudjam, te ki vagy. És akkor mondta, hogy de még szurkolunk a Lilinek, mondta, hogy de én szoktam nézni a videóid, meg Instán is követlek, mondom, a tök jó, de attól én nem tudom, te ki vagy.
Jó, ez azért... Ez nehéz, mert... Igen, persze, de számomra ebben semmi cringe nincs. Nekem az sincs, a gond, én elfogadtam. Igen, az a gond, hogy én a régi osztálytársakkal is vagyok néha így, hogy jön és így... Még szőkébb leszel? Ilyen árag, hogy ki vagy. Amúgy vannak lányok és nők, ez most nem az édeskertre szól alapvetően, de azért neked is szól, olyan szempontból szerintem jobban áll ez a hajszín, de hogy például anyám kollégája, ő már ilyen jó 50-es, fekete hajú óvónéni, és nagyon öregítette a fekete haj. Befestette magát szőkére, és letagadhat 10 évet. Nagyon durva. Vannak persze hajszínek, nagyon durva. Tudnak változtatni, meg nyilván egy... Szia, Janka! Egy normális, izért, rövidebb hajat levágat magának, és karban tartja, vagy nem tudom, hogy... Tehát azt arra akartam kiinkadni Petra, hogy neked is jól áll a mostani hajszín. Ez biztos így van, én nem tudom, nem láttalak. És mi újság, Janka? Láttam, hogy csomót sétáltál, kirándultál, meg ilyenek. Tök jó. Én azért szoktam figyelni azt, hogy kivel mi történik, még ha nem is mindig kommentelek. De igyekszek. Én is akartam feketét, csak lebeszéltek róla. Őszintén szerintem nagyon világos a bőröd hozzá. Bár hófehérkét is szerették, és annak is világos bőre volt. Bár Oroszországban nem. Tehát Oroszországban, hogy leadták a hófehérkét, nem fehér bőre volt. Igen? Ezt nem tudom tudni. Hát miért de. Most a izé? A... Ben van Lilia, azt hiszem. Beállnak a kommentje. Nekem olyan volt a közmunkán, voltam, és egyik volt osztálytársaimat vezettem körbe, szó szerint fel se ismertem őket, durca. Ismerősbe a ismerős. Halipotátó. Miért a kis hablány? Ja, láttam, az milyen tudom, lesz? Mindegy. Nekem nincs bajom nekem azzal, sincs. Csak fura ez számomra, hogy igazából a mitológikus történetben is fehér, vörös hajjal. A vörös haja szinte 90%-ban kötelező volt Arielhez. Igen. Nem, várjál, vörös szőkehaj volt, és annyit változtatott a Disney, hogy vörös igen. Legyen inkább. Úristen, finálézik Lili, mindenki Mongufta Power, küldjünk egy szívecskét Lilinek, hajrá! Gyerünk, aki nem Lili. Tette, dobjon egy lájkot, ha szeretnél támogatni, szupercsettel, szupermatricával, tagsággal megteheted, köszönöm szépen, illetve iratkozz fel, mert az egy csoda lenne, ha 19-ig meg lenne az 5160 Monguftára van szükség, van az a csoda, de azért az kemény. Amúgy Ariel, az fiú név valahol láttam. Hát lehet, hogy mindkettőnek használható. Lehet valahol, persze. Most is lesz tesi? Ez szuper csetre? Zsolt fekvőzni! Tényleg, én amúgy megígértem, hogy megmutatom, hogy kell fekvőzni, a gondoljátok ingyen is. Nem, ingyen nem. ingyen nem fekvőzök, mi? Kell a motiváció. Úristen, és... Lili! Nem kapták el, a kettő leesett, a harmadik kapta el! Nem baj, azért szép volt. Ez egy GG. Jó, én is viszek kutyus a talira, csak legyen jó idő. Amerikában ugye a legtöbb név unisex, igen. Szia Liliana Rózsa, mi újság? És köszönöm szépen Liliana Rózsa, nem voltál live-ban azt hiszem, mióta tag lettél. Köszönöm szépen, hogy taggá váltál te is. Viszont mivel felénél vagyunk, akkor ezzel a csapattal volt egy-egy kör, most akkor jöjjön a másik három lány, és utána még visszarakjuk ezt a csapatot még egyszer. Tudom fejből, Hargita, Zsófi, meg... Várjál, hogy kell leüríteni őket? Így. hogy kell leüríteni titeket, mi? Hargita, Bodza, Fahéjas Csiga? Ügyes voltál? Várjál, igen, Fahéjas Csiga... Hargita és Zsófi, nem tudom a... Tényleg Zsófi, igaz, jogos. Cukkerek vagytok. Mondtam, kicsit olyanok vagyunk, mint a Frédi és Béni, hogyha az megvan nektek. Cukkerek? Szerintem ezt a chatnek írta, nem nekünk. De én ezt hittem neked, ja. Lili. Hát ja. Ne vedd el az örömet. Egytől tízig kérek egy számot. Egytől tízig mennyire vagyunk cukkerek? Írjátok be! Szavazzatok kettes! Köszi, Luca. I hate you, ilyet ne írjunk. Csak ez pont láttam. Inez. Szia, Inez. Szia, de azért kedvesebben is lehet. Semmi baj amúgy. Csak láttam. 1, 0,5. Tehát akkor a kettes lesz a szám, és hát mennyire vagyunk cukik, hát amúgy. Ja, 1, 2. Ó,
Hát a... Ennyire vagyunk cukik, ennyire, behoztak egy majmot. Figyelj, a csirke, csirkeseg, csirkeseggű tetovált, rózsaszín tetovált majom. Jó, ha valaki ezt szombatig legyártja cosplaybe, akkor... És kék pofával, persze, jó? Persze, felveszem, igen, kékre is festem magam. Még egy valaki nem jött, ki nem jött, Zsófi? Kifelejtesz, de Zsófi, én nem, hívtalak. Meghívtunk Zsófi. Meghívtalak, Zsófi, figyelj oda, kérlek. Vagy nem te vagy a Zsófi, a Zsófi. De, a Zsófi, Zsófi, te vagy a Zsófi, Zsófi. Tessék, még egyszer meghívtam. Nincs imbert. De megnyomtam megint, Zsófi. Valaki, aki folgálsz, az így be tudja neki írni, hogy mit kell nyomni, mert van billentyű kombináció is. Te vagy a Zsófi, Zsófi. Te vagy a cápa. A cápa, Zsófi. Indulhatunk? Kezdjük el! Oh! Indulunk! Shift up, köszönöm! Mehetünk! Ilyeneket mond. Igen. Jó, rendben, megvagyunk, kérem szépen, mindenki megérkezett. Én megvagyok, te megvagy? Jó van. Meg. Jolán azóta is hátul alszik? Nem tudom, hol. Lehet. Nézd csak ott a lab, nem mondom, hogy hajolj le a lábam közé, de ott a labdája és az, hogyha elgurítod, arra kijön. Nagyon furcsa, hogy a minimum gufta nincs itthon párommal, pont azt beszéltük, hogy már nélküle nem is olyan az élet, rendesen hiányzik. Hát kitartás. Nem magyaráz folyamatosan. Igen, mert most a nagyszülőknél van, aki nem értené, nyaral a minimum gufta. Mert nézd csak itt a labdája, mindjárt kihúzom a lábammal. Nem látom. Itt a labdája! Tessék neki labdát adni, mert én nekem mindjárt versenyeznem kell. Versenyez. Jolán! A hangra meg, hogy a gurítod, arra ki kell jönnie. Dév, te Dév vagy, vagy Zsolt, nem tudom mi van velem, semmi baj, pöröksz, mint a bugócsiga. Hajrá mindenki! Minden mongúftának hajrá! Oké, kivárom a sorom, a söröm. Nagyon jó. Inkább maradjunk le egy kicsit, de menjünk szépen. Nem tudom, merre lehet. Hoppá! Jajj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 
Jó. Majom srác és cápalány kalandzai Fall Guys. Az amúgy egy menő sorozat lenne. Én nagyon szerettem, igen. Érzem, hogy kár volt, de nem! És beérek! 38-ként éppen! Éppen, de tudod ki a Harry Styles? Így nem tudom. Én sem. Bár az, aki a Bogival videózott, sokat a nagy Boglárkával. Láttátok már a kövi szezont? Én nem akarok spoilerezni, csak láttam, hogy valami ízé lesz. Sajnálom Zsófi, hogy laggol, lehet, hogy erősebb gép kell. Sajnálom Fejesség, hogy kiestél, Lili elvileg bent van, hogy ilyen dzsungeles téma lesz. Ha magyar videós, akkor lehet, hogy az. Valakinek van kedve megcsinálni, kéne egy animátor, simán. Harry nem magyar, akkor nem ismerem, nem nézek nem magyar youtubert. Sajnálom. Akkor hátul van, mert az íróasztal mögé be tud feküdni egy belső részre, de majd azt zárjuk le, hogy ne ott legyen. Ja. A Luca, nem tudom, én szeretem az információidat, jöhet még, nehogy abba. De hát, hogy nem is youtuber, hát akkor főleg nem ismerem hát. Zenész? Mert csak youtuberek és zenészek vannak a földön. Há persze. Meg színészek, ez persze. A három. Titokban nekem is van három csatornám. Az egyik itt az a három csapatot zenekar. Ja, egy mulatós, egy heavy metal, meg egy country. Igen, igen. Jaj. Jaj, a Watermelon Sugar. Háj. Húj, de utálom azt a zenét. Watermelon Sugar. Háj. Borzalom. Bármint aki szereti, az nyugodtan, de én nem szeretem. Én szeretem, de csak remixelve. Az alapzenéjét nem, csak remixelve. De ezt láttam, mert beszorítottak, nem bírtam tovább futni. Jegyezzétek meg a Fall Guys-ba, soha nem ti rontjátok el, a másik a hibás. Na, találkoztál benyával?
Igen, hát ott hát mondtam unokaöcsémmel is, persze. Nyilván. Még pizzáztunk is, bár szegénynek most azt hiszem a fogszabályozója miatt nem nagyon tudott rágni, de azért egy szelet pizzát megpróbált megenni! Hogy a kurta farkú majom rakjon belőled építményt! Mi ez a tömegnyomor? Zsófi azt mondja, hogy valaki vegye át a helyét, mert hogy annyira kifagyott a gépe. Basszus kulcs! Hát de mi a rákom? Itt hogy? Ne. Komolyan fölbassza az agyam. Bocsánat. Ez nem lesz meg. Ezért nem lesz meg, mert nem bírok bemenni. Most állj meg. Kicsit most menj előrébb. És onnan ugorj meg itt. De nem tudok ugrani. Ott nem tudok ugrani. Ott csak lebegsz. Bejutott valaki? Ez egy rohadt köcsög akadály. Zsófi, az is lehet, hogy a géped melegszik. Igen. És amikor melegszik a géped, akkor már úgymond annyira túl melegszik, hogy nem bírja a játékot. Hargita bent van, akkor nézzük tovább. Mondanám, ügyes hogy tölts vagy. Le egy programot, amivel be tudod állítani a ventilátort, csak nem tudom mennyire értesz a gépekhez. Igen. És nyilván nem tudom, hogy a tiéd-e, vagy szülőké, vagy közös gép. Lili írja, ennek az a titka, nem szabad vetődni, és azt nem lehetett volna közbeírni. Persze, Lili miközben játszik. Hát, ha beért. Hát, mondjuk az is igaznak. Nem baj. Következőleg nem vetődünk. Maneskin. Hallottam már. Nem. Neki már ott a maxos set a vége. Jobbulásos csülök, nem is játszik a Lili velünk. Te tényleg? Akkor meg miért nem írtad? Akkor jogos! Jó, jó van. Megjegyeztük. Igen, ezt megjegyeztük. Ez csülök. Ez jó, ez amúgy ezt szeretem ezt a pályát. Vagy valami. Hargitának nagyon szurkolunk. Köszi Nightbot, hogy hirdeted a like gombot. Igen. Az őket sose olvasod el, mindig hanyagolod. Fejeld meg a like gombot! Nem, fejeld meg azt a like gombot! De várjál, előbb még izé volt neki a hangja, ilyen keresztapás. Ja, tényleg. Hallod? Ha tetszik oh, a like, no! Leesett szegény hallgata. Akkor fejeld meg azt a like gombot. Szia Lucám, megjöttem! Jó szórakozást, ehhez hívtam a cigarettám! Figyelek ám! A Nightbot rossz! Nightbot az... 1-10-ig jöhetett szem, és akkor az ügyvéd úrral jön ugyanez a csapat, aztán majd még egyszer, és utána csere. 1-10-ig kérem a számot. Ott a szám. De várja, megveszem hozzá a cápát, hogy legyen új cucc benne neked. Hát, ha besorsolja. A cápa aljat, azt nem veszem meg. Üdítőt, azt se veszem meg. Ennyit kapsz egy cápa fejet. Hát, szia, Pro Hengeri, 5-ös. Öt. Többen is ötöt akarnak. 1, 2, 3, 4, 5. Ajj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 j
szívecskés nusz, és egy ember visszajöhet, ki írja először, aki az első csapatban volt. Mert ugye Zsófi helye felszabadult. Gyönyörű a szemei ott, a lila szem. Igen. Egy embert be tudunk hívni. Szerintem, ha ilyen cosplayes lenne egy rendezvényen, az jó, egy kicsit Bodza volt az első. Bodza még ma nem? Volt már. Az elsőben. Igen, gyere Bodza. Gyere Bodza, gyere! Csapatuk van, itt van a helyed. Ennyi. Oda nézzék. A jövő nagy ferója. Nightbot kinézetét mindig jelenlegi Crashomhoz hasonlítom, érdekes információ. Aha. Igen. Jó van. És üdvözöljük Bernadettet is. Ma kivételesen energiétalból kobrát ittam. Jaj. Nem a leg... Fúj, tudod, legrosszabb emlék? Öcsém hozott egyszer 2 literest, és azt ittuk, mikor kamaszok voltunk. Fúj, de rossz. Nem szeretette se? Ez volt akció, 110 forint volt a kobra. Mit majd? Vidéken. Ott örülnek ennek, hogy ez is van. Ott nincs ám minden.
az ciki, hogy 19 éves fejjel Beyblade-et nézek? Nem. A Beyblade is egy jó anime. Én szerettem legalábbis. Pro Hungarian a Netflixen kezdtem el nézni az új Pokémon-t. 31 éves vagyok, de amúgy na, 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 itt van a nagymamám is, Mongufta nagyinak szívecskét, és ő is tag lett most szépen már mindkét csatornán, és ott voltam tegnap náluk, úgyhogy nagyon jó volt a kaja. Nagypapám izét csinált, lecsót reggelire. Csípősen? Csípősen, nem. Húj, de jó volt, hallod. Ő meg előtte csirkét rizse, és este meg ilyen nagyon jó virslit ettünk, úgyhogy ezért hízok, hallod, levegyek, az plusz 3 kiló. Nézd meg. De imádom őket. De inkább. Amúgy szerintem nagyon, hogy mondjam, gyerekes lett a Pokémon egy kicsit. Számomra nagyon... De jól indult, én meg mondjuk csak a negyedik résznél járok. Nem tudom, a negyediknál járok, de nekem számomra egy kicsit olyan fura. Én még adok neki egy esélyt, meg ott tartok, hogy a Scorbunny csatlakozott a csapatukhoz. Ez ilyen átlag az, volt a régi részekben is. Scorbunnyból nekem kéne. Nekem, ha lenne Scorbunny plüss, most azonnal megvenném, mert nekem az lett írtó túl cuki. Kedvencem. Mondjuk mi ugye a majommal toljuk a shieldet, de Scorbunnyval tolta végig Nessai. Nekem ez volt az indok, azért nem engedtem szavazni a Scorbunnyt, mert hogy már láttam egyszer. Ja. De cuki. Nagyon cuki. Nem tudom, mondom, nekem Scorbunny az így egyből. Mondom, nekem ő kéne. Na. Viszont a Go ezerszer szimpatikusabb karakterileg, mint Ash. Nem az, hogy karakterileg, a fejlődési képességei más nyomvonalon vannak, és sokkal jobban tudok azonosulni azzal, igen, hogy el akarja kapni az összes Pokémont, és imádja elkapni meg őket. Hogy utána is olvasok. Furcsa, igen, volt, hogy így csatlakoztak a tudósokhoz, és akkor hogy felderítenek is. Ügyes vagy, Hargita. Látod, ügyes, én ügyes is bent vagyok. Nem tudom. Pedig izgulom. Rendben van, Luca, jó fürdést, ne legyek büdi, akkor Jolán nem szeret. Ha nem vagy büdös, Jolán nem szeret. Fajjessége is bent van. Na, ügyesek vagytok, lányok. Király. Mondtam, amúgy a Fall Guys titka sok gyakorlás. Tehát, hogy mindenki írta elején, hogy milyen nehezen ment. Tényleg, le kell ülni és nyomod. Csak úgy tudsz fejlődni. Van más játék, amivel játszok, sajna. Tudom. Kiestem, mert befagyott a gépem, de nincs semmi, megoldottam. Igen, azért van egy gépigénye, azt be kell látni. Rollout, ez a réve nem volt ez a pálya nekem. Nekem volt egy párszor. Lehet azért adja nekem a játék. Ja, tudja, mert tudja, hogy a kontrollert megfogtam most. Uh-huh. A csoda kontrollert. Ahogy néztem, azt hittem könnyebb. Igen, tehát azt azért szeretnénk hangsúlyozni, hogy amikor csak nézi valaki a játékot, azt hiszi, hogy könnyű. De aki elkezdi játszani, rájön, hogy könnyebbnek látszik, mint ahogy játszod. Ezt én is észrevettem. Vannak olyan részek, amit azt mondom, hogy könnyebb, mint hogy gondoltam, meg van olyan, ami nehezebb. Például ilyen időzítési problémáim vannak, hogy mikor ugorjak, meg ilyesmi. Uh-huh. De mondjuk én itt például nem rohangálok annyit, mint ahogy én. Igen, szóval én végig én meg rohangálok. Itt ilyen megállok, és majd lesz valami módon játszok. És le is esel, lát, de nem baj. Én nekem itt ez vált be, és ezt szeretem. De például amúgy a Nessai ezen kapott agyrákot, hogy állandóan itt esett ki. A rollouttal nem boldogult, nem állt neki össze. Mondta, hogy itt, meg akkor itt rengetegen fogdosták, azt azért hozzá kell tenni. Persze. Itt elég egyszer lefognak, már lent vagy. Tehát ez ilyen. De ő is, aki lefog, tehát hogy az is. Persze. Nem tudom, én így... Gadardig a hiánya. Látjátok, hogy például én nem vagyok a rage-elő fajta, szóval így most rage-el nem kéne, hogy kiestem és nem lehet igaz, hogy miért nem forgott gyorsabban. Valahogy így tanulsz, kéne, az én tanítványom! Mi a véleményed, hogy így kimaradt a ligázós rész a mostani szezonból? Én az egészet nem láttam. Én ott nézi tartok a világbajnokságnál, de, ja, de nem tudom, hogy így annyira nem jött át. Uh-huh. Én még azért majd elnézegetem. Na, én ugyan játszok, akik ugyanúgy játszok, mint Zsol. De Lili is ilyen volt, hogy Lili meg erősíts meg, hogy te ilyen magadba fortyogó vagy, mert mikor volt tagságos játék, akkor így... Mert van, mindjárt bent van, bent van, bent van! Nem hiszem el, hogy nem ment be. Tehát, hogy ilyen, nem az a hú, de dühös, hanem lefolytja, de dühös. Így van. Nem adja ki úgy.
aztán lehet, hogy nem így van. Nem, hogy nem lehet vagyok. Élőadásban lenni? Hát a barátaim szoktak élőadásban lenni, akikkel pedig játszunk együtt. Hát azok úgy, hogy a mongufták bejelölhetnek Steamen, és ha fönn vagy Steamen, igazából mint ahogy Fortnite-ben is, vagy az összes SSO-ban vagy, ahol lehet többen játszani, azokat meg szoktam hívni. Itt is mindenki bejelölt már engem régebben, vagy amikor megvette a Fall Guys-t. Ha úgy van Fanny Balázs és van Fall Guys-od, akkor nézd meg a leírásban, azt hiszem benne van a Steam fiókon meg a kívánságlistám, és akkor be tudsz jelölni, visszaigazollak, és te is jöhetsz akár. Szerintem nem fortyogok, nincs egyáltalán dühöm. Ja, akkor bocsánat. Pedig én néha úgy éltem meg, mintha dühös lennél, de akkor lehet, hogy nem. Mondjuk az tény, hogy Lili nagyon higgadt. Én engem most már egyetlen egy játék az, ami észrevettem, hogy a biztosítékot néha kiveri, az a Fortnite. De azért, mert elkezdtek jönni ezek a... WoW! Második lett, azt hiszem, aki a fahéjas csiga lett második? Nem tudom, hogy most ki melyik skinnel van. Hát látod, azt én sem. De ő is sima. Jaj, jaj, de kár volt! Ez még meg lehet. Arra kíváncsi voltam, hogy yes! Mikor jön a Pokémon Unite, igen. Igen, az, jó, az mind a két mongufták van. Ügyesek vagytok, GG. Szép. Én voltam, Hargita lett második. Nagyon szép. És mindketten 15-ben vannak. Nagyon, nagyon jó. Most mi lesz? Felező vagy? Vagy mindjárt? Felező, vagy finálé. Volt már 15-tel finálé. Tudom. De felező is lehet. Felező is volt. Mindjárt kiderül. Azért próbálom figyelni a játékokat. Ó, oh, hát ez a legrosszabb felezés. Hupszi legend. Jaj, ne. Ez nagyon nehéz. Én tartom, hogy a Slime Climb, a Hupszi legend, és ja. Van még egy, ami nagyon nehéz, az a három, ami ilyen só. A Wall Guys, amikor a falat igen, kell vinni. Igen. Ez a három, ami ilyen mumus. Tehát, hogy ezekhez nagyon kell az, hogy szerencséd legyen, a reflexed legyen, hogy egyből észrevedd, hogy hova tudsz menni, csak úgy mutatom. És hogy ez aranyat, menj rá az aranyra három. A banán elvette az aranyat! Azt meg már a másik. Mongufta a másiktól. Hups! Ez a hups idegen. Az a gond, hogy így megnézed, hogy na akkor azt elkapom, és valaki közel. És addigra oda mennek. Igen. Most ott az arany közel. Az nagyon jó! De hát nem. Már hiába. Tehát itt az a baj, itt a gyorsaságon múlik az egész. Gyorsaság és meg hogy oda rakja eléd. És szerencse. Tehát volt olyan, hogy az aranyat betette elém. Átmentem rajta, azt bejutottam. Ebbe én sem vagyok. Sokáig, most fogok ki. Én sokáig az a... Igen. Amikor mész, futsz lefele, és... Ugyanígy vannak ilyen körök. Fú, de szedik az aranyakat. Tudod, ugyanígy vannak ilyen körök, és mennek körbe, és be kell ugranod. Igen, tudom, és azt a 15-öt tudom. Összeszedni. Én azt abban nem értettem, hogy kell ugrani, de hogy utána mind a kettő egynél jár. Ott vannak lent lányok, de ez így nagyon nehéz. Júj, egymás elővették el. Rip. Én ezt imádom, egyéni farokfogdosós az halál. Igen, ahol mondjuk az is, ahol nem csapatban igen. Van, jogos. Ott is utolsó egy másodpercben leveszi, hiába volt nálad. Végig. Unalmamban elkezdtem a fortizni, úgyhogy csak pisztolyt használtam, 10 körüli kijeim voltak, és mind a 6 körben, amit mentem, benne volt a top 10. Az jó. Mondjuk nekem még az űrhajós dolgokkal barátkozni kell. Nagyon ügyes vagy, már csak 2 kell! Ott vedd fel, és keres még egyet, mert már csak 3 hely van. Ne az aranyra menj! Mindenki arra megy, keres egy üreset, mondtam, hogy az arany. Ott egy csomó, nézd! Igen, próbálj meg egy olyan területre menni, ahol nincsen ember. Igen, még meg lehet, nyugi, még van 2 hely. Ó, ide kár volt. Ott. Basszus kulcs, és kiestek. De sajnálom, amikor egyen múlik a legszemeken. Igen. Mind a ketten kiestetek, vagy pont az egyik bejutott, mert ugye mi csak egyikőtöket láttuk. De ez nagyon szép volt attól független, mert egyen múlott. Bent van fahéjas csiga! Oh. Akkor most már nyeljen egy mongufta. GG. Viszont Hargitának is jár a gratula, mert nagyon szép volt. És megint a Full Mountain. Ez a legnehezebb, ezzel egyszer se lett koronám, mert hallod, ugrottam és nem fogta meg. Benyomtam az RT-t és nem kapta el. És leestem. Szép. Tehát, hogy
még itt is lehet valami baki, mert nem csak én nem kapom el, hanem most is volt egy kettő nem kapta el. Persze. Vagy pont olyan szögbe szerintem kell lennie. Igen, vagy magasabbra kell ugrani. Igen, lehet. Na hajrá! És azért itt végre egy sorból indulnak, régen berakott két sorba, és a hátulról indultál fix, hogy nem értél. Persze. Azért azt tudni kell, hogy a anime és a zenés japán között elég sok különbség van, mert az animében lévő japán szöveg, meg szinkron egy lebutított gyerekeknek készített változat, de igen, nyilván megérthetsz szavakat és mondatokat, ha összerakod. Ujjajjajjajjaj, de szép volt pedig! Ott bevereted magad? Vagy hát mondjuk az ezen a pályán merész? Ajaj. Hát most már viszont csak az az egyesé lenne. Igen. Mm. Fölértek, nem baj. Nyert a banán. A pizsamás banán. Meg kell fogni a koronát, nem csak ráugrani, igen. Nagyon akad a live, akkor frissíts rá, mert nálunk hibátlan. Én most nem nézem a live-ot a telomon, szóval nem tudom. Aha. Amióta van második monitor, szerencsére nem kell ráigrednem. Kérek egy számot. Most még marad ez a csapat, és utána lesz egy új csere, mert még bőven van hely. Minden jó. 4. 4. 1. Júj, 2, 3, 4. Ez jó! Ez aránylag jó, ez egy ilyen robot. Még jó is, jó megy a sárga, mert az öve sárga. Igen, ez ilyen Bomberman feeling nekem. Igen. Régi, robbantós játék, nem tudom, valaki ismeri a chatből. Lilinek mondasz egy számot, mert előbb én mondtam. 3. 3. Majd legközelebb, ha már legközelebb benyomod. Nekem mobilon valamiért csak a 480p az, amit szeret. Fura. De hogy nyilván inkább azért, mert olyan helyszíneken nézem. Ja, tényleg, a Lili továbbra sincs bent. Következő ja, körben már utána ti jöttök újra, mármint a Lilit berakjuk meg még valaki. De látod, és még engem is beránt magával. És te is elhitted. Igen. Ne. Egy négyzet alakú területen voltatok, vagy téglalap, és az volt a lényeg a játéknak, hogy leraksz egy bombát, ami egy idő alatt felrobban, és azzal akkor robbantod ki a területet, ahogy és a lényeket beljed is. Igen, itt és igen, a lényeket, és voltak ilyen erősített lehet egyszer tudunk egy retro dinát. Fú, a dina? Te. Az is milyen jó volt. Nagyon szerettem. Van amúgy Bomberman Steamen, de még nem néztem. Csak van. Aki Switchen Pokémon Unitozni következő szeretne majd, az kaphat Zerorát, hogyha előre regisztrál, ha jól olvasom. Uh-huh. Oké, és köszi az infót. De lassan indítja a pályát, hogy hallgatom a zenét. Jaj, nem szeretem, mikor ez a kezdő pálya, ezen sokszor kiestem már. Szerintem az nekem is mumusom. Igen, őszinte leszek veled, nagyon bírtam a szezonokat, ez az UFO-s nekem picit túl erős lett. Tehát, hogy nem lett a kedvencem. Szia Noémi, mi újság? Örülünk, hogy megérkeztél. Én nem tudom, nekem Fortnite-ban is ilyen vegyes érzéseim vannak. De amúgy tudod, hogy ugye megvette az Epic, igen, és így nem véletlen mindkettő szezon. Igen. Igen, tudom. Tömegnyomor, elkerülve, nagyon jó. Az hadd csapja le őket. Igen. De miért akadsz el? Gyerünk, menni fog. Easy. Ennyi. Ja, és itt sose tudtam, hogy merre megy és hogy. De utána rájöttem, hogy egy irányba folyamatosan. Basszus! De eddig nem így volt ez a nehezített pálya, eddig össze-vissza ment. Igen? Igen. Nem csak egy volt, hanem 3-4 ilyen szar. Azt mondtad, hogy mindig nem jobbra. Hát, de az volt már a széle. Jó, én azt hittem oda még most egy odafél. Most balra megy, utána jó, majd így jobbra. Jó, kiestünk, tehát hogy... Most jobbra megy. Jó. Még egyet jobbra. Most balra megy. De elakadtam az előttem levő emberbe. Láttam. Megesik. A sok. Szia Noémi. Szia, szia. Várjál.
Én már na, látod, hogy Noéminek ma van a szülinapja? Csak akkor Isten értesen sokáig sok boldog születésnapot! Küldjön mindenki a csetre egy szívecskét neki! Ez meg forog! Az igen. Azért mondom, ez a nehezített pálya. Mondjuk hamar észrevetted, hogy forog. Hát jobb, mintha így vettem észre, mintha ledobott volna magáról. Jó, ez meg lesz, tehát csodálkoznék, ha beérnének 40-en. Ott rolkodnak. 9. Úgyhogy sok boldog születésnapot. Órákat tudtunk játszani gyerekkorunkban tesóimmal, a Bombermannal, írja Viki. Mi is nagyon szerettük. Használtatok benne kódot, mert mi azért sokszor benyomtuk az örök életet. Mi nem. Nem. Bent van Hargita is. Egyetlen egy játékban használtam gyerekkoromban kódot, az meg a Doom volt. IDD QD. Szegény Kroki. Még emlékszel, nem? IDD QD. Tudom. Meg hát jó, hát a GTA-kban is. Give me a tank. Igen. Bár mondjuk nekem ezek kimaradtak, mert én ugye PS-en toltam. Ne. Camembert sajtot, én minden sajtot szeretek. Ó, aha. Hát el kell intézni. Mindenféleképp az OTP-nél. Nekünk is be kellett menni egyszer. Megkerülhetetlen. Mert telefonon nem engedik. Aki most tud jönni játszani, írjon egy olyan emojit. Ha megvan a 12 játékos, tudunk menni egy ilyen nagy mongufta kört. Ja, hogy csak mongufta csapattal? Végül is mehetünk majd egy olyat. Mégis mindenki, aki fönt van, behívjuk, és úgy csak velük, az nem egy rossz ötlet. Hát, igen. Jó lenne. Ja, minimum 12. Az a baj, nem vagyunk annyian. Nem. Amikor nézzük, hogy hányan vannak fent, akkor voltunk. 9-en voltunk. Igen. Velem együtt vagytok 9-en. De ha mindenki hoz magával még egy embert... Akkor már meg, ja, meg akartam. Köszönöm a megosztást, Instán mindjárt továbbosztom majd, ha kiestem, vagy ha nyertem. Itt meg mondjuk most ugye ilyenkor, ezt láttam, hogy kár volt. Mármint, hogy ugrani kellett, csak a másik irányba. Ilyenkor azt nem tudom, hogy miért nem lehet alul tovább menni. Amúgy igen. Az ilyen menő lenne. Jó, hát így necces amúgy. Abba kell bízni, hogy sokan leesnek. Tehát amíg eljutunk a végéig. De kár már előre elmenni. Nem jó lesz, jó lesz. Menni fog. Azt megvárom. Én Mufitól kaptam meg be azt, hogy na már mindenkinek megvan a Fall Guys, csak nekem nem. És meg is vetted. Hát most mit csináljak? Én jó, de megvártad az akciót. Hát, igen. Hát. Azért hangsúlyozok, hogy 4800 barátibb. Amúgy még 4800-ért is nekem foghúzós volt, szóval ez relatív, hogy ki mennyit ad egy játékért. 8. Én például szeretek ilyen 3500-öt adni egy játékért. Uh-huh. Nekem meg van egy lélektani határ, ami a 12, de akkor nagyon oda kell tenni magát. A másik, az alaplélektani határom meg a 7. Hargita. OMG, harmadik, GG. GG. Hargita, nagyon sokat fejlődtél a mai teljesítmény alapján, amit látunk. Le a kalappal. Szia, Emi, mi újság? Szia, Emi. De jó látni a fingós kenyereket ott a... nevek mellett. Tényleg 19-e után lesz az, hogy hogy lesznek az egyéves támogatók. És azt hiszem 23-a? A körül. Viszont a születésnapi live, srácok, nem 19-én lesz, mert aznap dolgozok. 20-án ünnepeljük a csatornát. Sajnos nincs túl jó napom, mert reméljük kicsit feldobodsz. Mi történt? Reméljük minden rendben lesz. Most 1700-ért vettem meg a Sims 4-et és a Fall Guys-szal. A Sims 4 tényleg 1007 körül volt. A Sims 4 1007 volt, igen. Az 5 euró, nem. De 5 euró körül volt. Nekem az volt, hogy megvettem a Sims 14-et. Másnapra meg leakciózták 1000 valamennyi. Hát igen, van ilyen. Na, mit emlegettünk pályát? Ja, a mumus. Igen, köszi. A mamus. De eddig vezetek, hallod-e? De nem találom. Fú, de nem fogok tudni oda felmászni azt a rohadt életbe.
Hát ők okosabbak voltak, mint én, nézd, már csomóan átmentek. Ne. Nem bírok ott felmászni, elkúrtuk. Az megvan, hogy amiatt, hogy... BASZTUS KULCS! Túlugrott, mondjad! Amiatt, hogy már újra kellett nekem tagságot váltanom, augusztus 4. Ja, mert volt pár nap, amíg kimaradt. Hát nem, hát ez csúszott, tudod. Ja, igen. A fizetés miatt. Ó. Oh. De nézd meg, föllök, tehát hogy ez mi? És már rég ott lennék. Azaz, húzzad. Itt lefognak, lelök. Ajaj. BASZUS! Hát nem hiszem el! Te baszd meg! Mármint, hogy a rakott nokedlit egye meg a szarházi taknyos kis... Szia, fahéjessége. Ez már vége. Innentől vége, három ember. Nem bírok felmenni. A düh! Na. Nyugi van. Szia, Lara. Még a macska erre se. És meg lett volna, hogyha nem izé, nem fúj le. Többiek van, aki bejutott, vagy léphetünk ki? Hát igen, amúgy egyszer-kétszer borultam is a játékosoktól. Azt emlegetettük. Hargita, nem. Írjátok légy, hogy bent vagy kint, mert feleslegesen nem szeretnénk húzni a köröket. Mind kiestek, köszönöm be. Szerintem lemaradt egy kérdője, de... Pro-Hungary ez a kettő, nem fog össze, szóval... Igen, mert eléggé olcsó a hamburger. Igen, hogy az a gond, hogy a sajtburger az ilyen nagyon olcsó cucc, amelyek... 3,50 azt hiszem, vagy 4. Igen, szóval... Ezt azért hamar meg tudod venni. Mondjál valami mást, mert... Igen. 30 sajtburgerre nem kell sokat gyűjteni. Az egy fizuból megvan. Na, ügyes vagy, Lara. Akkor ki az, aki most tudna jönni? Most az ügyvéd úrral megyünk. Ne, játszottam. Én? Jó, akkor velem. Vele mentek. Jó, Anna Bodza Lili. Anna Bodza Lili. Várj, és utána jöhet a szám. De úgy utálom, kontrolleren nem tudom, hogy mi nyitja ezt meg. Nekem most az új kedvencem a... az ilyen gyors éttermekből. Behívtalak titeket. KFC. Azt most sokan megkedvelt. És a Sunrise, avokádó, ananász. 1-10-ig. Úristen, nagyon jó. Ha tehetitek, kóstoljátok meg, mert... Én még nem ettem olyat. Hármas, Lili. Három. Egy, marad kettő, a három. Nem neked. Négy. Ja, jó. Hát gyönyörű lett. Egy kóla. Egy sárkány kóla. Mert hogy ez egy sárkány. Sárkány kóla. Sárkány kóla. Hú, várj, ez mi volt az? Sárkánytánc. Elég egyszer beírni, de nagyon spameltél Mongoofta Family Fun. Köszönöm szépen Tyra Cat Cloud-nak, hogy megosztotta a live-ot. Nem jut eszembe a játék, amiből és így figyelmeztetnélek, még nem nyomtad meg a like gombot, majd nyom meg, köszi. És köszönjük az egy dislike-ot is valakinek nem tetszett. Kettőt, bocsánat, elnézést. Az egyik én vagyok. A másik én. Kaptunk fejenként egyet. Nagyon jó. Vele mentek. Akkor én még sem tudok menni. Én sem, bocsi. Jaj. Jaj. Alatt megértettem, Luca, jó van. Ja, hát igen. Igen. Van ilyen. Hát igen. Van ilyen Pro-Hungary. Mi éppenséggel most pillanat bontunk egy házat, elképzelheted, nálunk is mennek a pénzek. Az ilyen lakásfelújítás pedig minden. Idehozom a 54 ezer egy izé. Csak maga egy konténer. Megpróbálom addig, hogy ne essek ki. Ja, hogy ott a vizet? Itt a víz. Ez a szék volt. Fingol szék. Ez nem a szék volt. Aha. Na jó, tényleg a szék tényleg volt. Tényleg a szék volt. Bezabáltam 4 fagyit, 2 sajtos tojást, meg egy gumicukrot. Az igen. 40 like, köszönöm. Fagyit én is ettem nagyszüleimnél, volt.
Vagy nem is ott ettem, de ott is volt. Elfelejtettem jégkrémet enni, ha még itt a nagyim. Azt mondtam, hogy majd eszünk reggel, és nem ettem. Na szép. Pedig akartam. Akkor vissza kell menni. Igen, ha fagyiért. Vissza kell menni, egy fagyiért vissza Anyukám kell menni. Anyukámnál ettem fagyit. De azért jó két helyen is fagyizni. Én most pokit ettem tegnap este. Epreset. Hát ilyen csokis vaníliás fagyit ettem. Hát egy jégkrém. Toljatok! Kapsz fagyit, azt mondják. Na jó nekem, basszus! Croft Lara küld. Jó, elfogadjuk. Fehér csokis, kedvencem. Tényleg? Fehér csokis, hallod, imádom. Nézd meg, milyen gyorsak ezek a bigyuszok. Az igen. Ez amúgy easy. Második leszek? Második az lettem. Az igen. Dobogó! Hopp, hajrá! Szerintem a csészefej miatt van. Bocsánat, emiatt beakadtál. Igen. Amúgy nem akadtál volna be. Hopp, megvan. Szép. Ó, oh, Kroki, hogy elhajolt? Máté, el is borult, szegény krokodil. Rip. Anna bent van. Meg Lili is, mert őt láttuk. Zsolt a csészé. Tudom, láttam. Nem lehet tőle kiesett koordinálni. Bodza. Nem baj, gyakoroljál. Tudom. Nem baj, Bodza. Túl nagy bent, igen, a csésze. Egy csésze, Lili. De azért raktuk be, hogy nehezebb legyen, és ezzel inkább motiválnak, érted? Ez, igen. Ezzel most megpróbálsz játszani jó sokat, és akkor utána egy vékony skinnel mindent megnyersz. Great Crash. De amúgy nem, a fehér csokit tényleg szeretem. Fehér csoki és forró csokit ittam, ami új, de jó volt. Jó lehet, jónak hangzik nagyon. Én ittam 4 éve, de ittam! Vettem a múltkor a boltba, ahol voltunk, Oreót, fehér csokiset. No, azt még nem ettem. Te... Jó van, oké, majd ha ott járok, veszem. Nagyon finom. Nagyon finom. Nagyon? Mhm. Hát azt így bepuszíltam, tudod, ez a... Nyom, és elfogyott. Igen. Oh! Azt láttam, hogy dekár volt. Nem baj, jövök a Mikulással. Jó, jó, már lassan a fehér csokit kell vennem mindenkinek szerintem. Ez az. Nagyon szeretem a fehér csokit. Húj, mindenki, nézd oda! Mindenki fehér csoki fan! Én egy valamit nem szeretek, és az valamiért az étcsoki. Az lassítottam. Nem. Szia, Lili! Szia! Bocsi! Visszakaptad! De benn vagyunk. Azért figyeltem, hogy hogy pörög a számláló, nehogy kiessünk. Én is azt néztem, 23. Szerintem ezt Lili megéjezte. A fináléba visszakapom szerintem. Sajnálom, Anna, ciao, Flóra. Nekem sok azért csoki, főleg amikor süteményekre rászórják ezt a tetejére, ezt a nagyon aha. töményet. Hú, azt valahogy nem bírom. Dave, ezt tudod mit jelent? Ez bosszú, de durván. Juss át először a Hupsi Daisy-n, vagy Hupsi Legends-en, aztán beszélgetünk, Lili. Jó, a Lucának mindent is kell venni. És pont a cél előtt. Hát sajnálom, ott botlottál belém, hát. Ott találtuk meg Lilit. De bent vagy, nem? Azért figyeltem, hogy bejussunk. Csúnya lett volna, kiesünk mindketten. Itt meg... Akkor itt elé... Semmi, nem mond, tudod, mert nem családbarát, ami eszembe jutott. Ha azt mondtam volna, hogy Lili, figyelj ide, mert elveszem a lukad. De még jó, hogy nem mondtad ki. De még jó, hogy csak gondoltam, hogy a másik igen. opció volt, hogy mindig a Dave luka elé fogsz ugrani. És ő mindig erről a játékról egyik beszél. Egyik se jó, igen, egyik se jó. Az úgy nem jó, srácok. Nem baj, legyetek hülyék. Azért megpróbáltad. Így kell, na. srácok. Bassz! Ne nézzél! És rajta voltam. És átugrik. Hát, az meg lehet. Nem. Nem éri el. Eddig akarom mondani, nagyon jó egy áll. Nagyon jó. Nulla pont. Tehát, hogy
És elvett. Lili, mit csinálsz? Hallod? Ez az én szégyen és gyalázat, nincs pontom. Tehát, na, hogy... most megjöttek a chatre a fehér csoki utálók is. Jó van, jó van. Ebből harc arany. Lesz. Bocsi, goci. Tudta, és nézve tudtam, hogy bele megy. Nem baj, legalább egy pontom legyen. Nem hiszem el. Nem bírok ugrani. Pedig most ott nagyon sok van. Tudom. Egy meg lesz. Ott vissza. Ott vissza, fel. Igen. Ott megvan a másik. Azon átmennek. Igen. Átmentek, igen. Hova kéne mennem? Az a gond, hogy csak a, ott arra nincsenek, csak hárman, de hát ott meg alig jön most. És most mire átjöttem, ide néz meg, oda lett. Megvan! Nagyon jó. Ott az arany! De mire felmegyek, leszedik. Mondtam, szegény Lili pont ott volt. Jó. Bocsi, a mungasz! Jó. Az ott oldalt nem jó. Ott, ott. Jaj! Áh! Gyorsabb volt! Kettő rohadt pont kellene. Pedig még meg lehet. Látom az aranyat, de most leszarom az aranyat. Na. Hova adja? És nézd meg, sehol nincs a körbe. Sehol. Sehol. Lili! És átment rajta. Nem állhatok meg, mert akkor elbukom. Nincs értelme. De kövesd őket. Hopp. Ah! Még egy próbát adok. Nem, az esélytelen. Innen esélytelen. Ki fogok esni? Vége. Ott van egy! Nem hiszem, hogy oda ment. Köszi! És bocsi! Bocsi, ez genya volt! De bent vagyok! Behúzta nekem! Igen. Hú. Lili hamarabb beért. Én meg csúnyán beértem. Jó, a likőrök finomak. Behúzattam magam a fináléba. Hú. Azért vágod, hogy éppen 16. Kereskedés megy már az én. Ja, szetem. Látom. Ajjaj, Lili, fináléba fogsz visszarántani? Ja, és menjetek el a lukba. Csoki likor isteni. Bár ezt azért hangsúlyoznám, hogy 18 alatt ne sűrűjjetek. Igen, 18 alatt csak nem tudom. Max, megnyalhatod. Megkóstoljátok, de annyi. Igen. Én se szeretem. Ó, basszus kulcs, ez még nem finálé. Nem, hát. Lilibe ott a kis ördög, visszakapom. Dév kilója 10 000. Engem árultak 10 000-é? Hát akkor gazdag, akkor sokat érek, ha kilónként 10 000. Akkor egy 100-as minimum. 100-as? 10 kiló vagy? Ja nem. Hát 100 000. Ez egy millió már. Egy millió. Ah, hát akkor nagyon jó. Na várj, csak a golyót kell figyelni. Előbb a lukak, most a golyók. Tiszta perverz játék. Lili! Ajaj, Lili. Aha, akkor tudod, játszhatjuk, Lili. Ne. És lefogott a Lili. Vigyázi! Ops! Pedig én szóltam. Igen. Még 28 másod... perc. Vigyázz, oda ott jön vissza, hol vagy. Jó, nyugi. Jó. Nem! Ne! Basszus! Jó, 6, 4, 3, 2, 1, ne! Jó, megvan! Bent! Ez nagyon-nagyon meleg volt. Ez most izé volt ilyen idegörlő egy kicsit. Igen. És állandóan eltalált. Hát rá is tett a jégre, és beugrottam a jégről. Igen.
Köszi. Csúnya karma volt, írja Lili. Igen. Még felezünk! Na már. Kosárlabdázás. De miért kell? 12-en vagyunk, nem? Most miért kell még 6-6-ot? Jó. Ebben nagyon béna vagyok. Tehát, hogy be kell dobni az, oda a kosárba a labdát. Én ezt még nem láttam. Nekem is egyszer volt live-on kívül, úgyhogy ebben nem vagyok pro. Be kell dobnunk a sárgákhoz a laszti. Úgy. Oké. Okay. Igen. Úgy. Egy pont. Jaj, de nem ide, hanem a kékbe kell, vagy nem? Nem. Akkor jó. Jó csináltam. Kaptál pontot. Akkor megvan, egy pontunk van. De azért többiek is dobják be, mert a sárga is dob szerzett pontot már. Adod ide? Oké, okay, ez az. Jó. És kettő van ott, menjétek rá. Valamelyik az... labdát fogjátok már meg. Az is jó, hogyha a sárgákat lefogjuk. Nem, az még nem jó. Ez elvette. Vigyed, én tartom! Le, azaz, tartom! Azaz, azaz. Jó. Az is jó, hogyha ők nem tudják bedobni. 2-1-re vezetnek a sárgák, basszus. Ne. Ne már. Ott az üres labda. De az kékek... Among Us osz. Nagyon szusz. Jó. Nem bírom! Ne. Hova lett? 2-2. Ez az. Ezt el kéne kapni. Ezt az hogy kapod el? Tehát, hogy... Jó kérdés. Hol a labda? Ott egyen vitatkoznak. A másikat viszi egy kék. Eú, 3-2 a sárgáknak. Fél perc. És ott a sárga a lasztiga. Nem, az kék. Jaj, nagyon jó, 3-3. Most kell még egy labda nekünk. Ott fent van a levegőbe itt. Nézd. Látom. Azaz. Ott az aranylabda! Az több pont! Azt be ne dobják! Fogom, vigyed! Vigyed! Gyerünk! Gyerünk! Fogom a sárgát! Ezt... lassabb vagy a labdával? Igen! Ne! Dobd be! Ez az nem figyelnek rád! Ne. Jó! 4-3! Jó, de nincs bent az arany! De megvan így is! Ez az, szép! 4-3! Nagyon jó! Fú, ebbe egyet én dobtam! Ez nehezebb, mint a foci amúgy. Tartom, hogy nehezebb. Igen. Na, most már hatan. Aj, hexagont! Jó, hatan, azt úgy adnám. Szerintem az ugrálós sem. Vagy a forgós. Hát az, amikor forog és ugrálnod kell ezért. Ha ennyire leszűrte. Ezen hatan! Na, akkor itt nagyon koncentrálnom kell. Ez easy lehet. Nem szabad izgulnom, nem szabad fogdosni, mert akkor lelököm őket, és én is leesek. Igen. Ez nem a fogdosós pálya. Én most csöndben maradok. Jó. És nézd meg, rám jön. Ó! Nagy ugrással van a pálya. Ez nehéz. Ez így nem mondom neked, nehezebb. És megy rád a izé. És fogdos, bazd meg! Mármint, hogy... Igen. Kis genyó. De mindenki mást is. Látom. Majd a karmútor éri. Majd leesik. Nem szabad a szélén lenni, mert lefog, akkor le is lök. És nézd meg, hogy jön rám. Az igen, és mind a ketten kiestek. 1v1. 1v1? Uh-huh. Ez hosszú lesz. Az biztos. Nem.
Nem tudom, mit kéne csinálnom vele. Valamelyikünk le fog esni előbb-utóbb. Igen. Ott az nem jó már. Látom. Nagyon be akarja, látom. Ja, most ezt játsszuk mindketten? Mhm. Ja, ez türelemjáték lesz. Nem alszok be, Lili. Kúra idegesítő. Na, bocsánat. Nem, azért meg így nézem a csetet, nem rögök. Kicsit olyan vagyok, mint a Forrest Gump, ez a beszívott szájú. A türelem koronát terem. Nem azért, mintha mondanám, de hogy eddig kétszer voltam itt Fall Guys Club-ban, és kétszer nyertél koronát. Ennyi. De várjatok már, ennyi volt, hogy nyertem. NYERTEM! Na azért, bocsánat! Na, ez maradt ki, értitek? Ennyire szúszába került a játék. Ennyire lesokkodottam. Nem tudott örülni, értitek? Szúszá volt. És ki is maxoltuk a patrumpász! Ennyi. Ott a kosztüm. Jó, hát ennyire még abba voltam, hogy még koncentrálni kell. Sajnálom. Mész még egy búcsúkört, mert utolsó kör fél bele. Vagy menjek én? Menjél te. Jó, akkor utoljára egy számot 1-től 10-ig. Meglett a korona. Meglett. De ez olyan idegörlő volt, hogy merjek ugrani, lefogjam, ne ugorjak, följebb menjek. 7. Egyes. Lili, egyes. Szerintem megint valami nagyon rosszat fogok neki mondani. 7. Robot. Megír egy robot. Ma a robotok vannak. Te vagy az edzésre készülő? Mehetünk. Futóbab, igen. Jaj, ne, futóbab. Oh, azért vártam, mikor esik le. Akkor ezek szerint majd visszanézem, de akkor hogy leesett középütt valahol, mert nagyon középre ugrált.
Szerintem valahol igen, nem nagyon láttam. Én nekem is csak így fura volt, hogy kiugrott, hogy na, Binder. Lehet, hogy megcsúszott ugrásnál, vagy elég, ja, ütközik egyje. Igen. Nem baj, szép volt. Na, az a baj, hogy jobban bestresszeltem magam, hogy nyugodtan kell és koncentrálnom, nem rohanhatok körbe gyorsan. Írhatsz egy viccet. És bocsi, hogy ott nem szóltam semmit, de ilyen szituációban, fináléban nem tudok beszélni, muszáj nézni a pályát. Én sem akartam belebeszélni. Ezt köszönöm. Na, duplázunk koronát? Ja, igen, Lucia, az szép lett volna. Igen. Amúgy volt pár dolog, amit így olvastam a chatten, és így ne, nem szabad nevetni. Ja, amit írtak közben. Ah, írtak közben, és nem szabad nevetni, nem szabad nevetni. Ne nézz chatet. Igen. Utána azért koncentráltam a játékra, hogy Láttam. Nagyon idegörlő volt. Tehát, na, örültem, hogy ez a pálya, de hatan, és kiestek négyen az elején, az kegyetlen. Jó, de az a gyerek, az bevitte magával a másikat. Berántott, azt tudta, azért is kerültem a cápát, mert egyértelmű volt, hogy berántja, akivel ott van. Szia, Harriet, jól vagyunk, köszönöm. Most nyertem koronát, majd nézd vissza. Ja, mint mondtad, hogy mindjárt bealszom, igen, most kezdtem el álmos lenni, szóval nem tudom, hogy... Lehet az időjárás túl is. Nem, szerintem valami rontást kaptam. Gyomorrontás. Igen. Csak is arra gondoltál. Biztos, nem. Lili és a bosszú csapó 2.0. Ja. Azért örültem volna, hogyha Lilivel finálézok ott a végén. Az még szép lett volna. Mm, persze. És akkor az egyik ötök meg... Kicsit hagyja a másikat. Nem, nem hagyjuk. Megvagyok. Ötödik? Aha. Szép. Na, a Lili is mindjárt beér. Oké. És a Kroki maradt. Oh, beleütközött a másik babba, nem? Igen. Meg a... De benn van! Nagyon jó! Belökte az a cucc. Néha az akadályok is segítenek ám. Nézzünk random játékost. Hopp! A csésze! Látod a csészéket? Tényleg baj van. Na? Elborult a... Dobott egy hátas. De jó vagyok. Ennyi. Ja, igen. Most fura, hogy nincs zene nekem. Igen. Ugyebár nem hoztam az izémet. Zsolt, nem lett volna olyan, hogy hagyon a DV-t nyerni, a méltóságomat nem adom. Tényleg nem hagy. Örülök, volt már, hogy fináléztünk és nem hagyott. Nincs olyan, hogy bejutunk a finálébe és a mongufla direkt leugrik, hogy előnyöm legyen. Azt nem is szeretném amúgy. Anyu megengedte, hogy visszajöjjek live-ba rendes apuntomon. Na, tök jó. Na. Látod? De nem szeretem ezt a pályát. Múltkor azt hiszem, itt estem ki nálad. Meg volt olyan, hogy forog közben, és akkor ott simán kiestem. Az nehezített. Ne. Középült forog, az volt, hogy lelökött, amíg hát, koncentráltam. Hanna, egy koronáról majd nézd vissza. Igen, nyertem egyet. Sajna pont lemaradtál, de... Alma, narancs. Lili, te fogdosó? Tessék. Nézd meg. Nem figyeltem ám melyik. Narancs, az a felső. Az. Jó, Lili nem mert ideállni velem. Valaki leugrott! Igen, itt amúgy sokszor megcsinálják azt, hogy még nem jön fel a igen, tábla és... narancs, beugrik. Banán, narancs, alma, szöllő, banán, narancs, alma, szöllő, banán, narancs, alma, szöllő, banán, narancs, alma, szöllő, banán, banán. Uh-huh. Nagyon jó. Alma, na, dinnye, szöllő, cseresznye, anyád, tehát cseresznye, szöllő,
narancs, banán, alma, dinnye, szőlő, narancs, banán, alma, dinnye, szőlő, narancs, banán, az valahol itt, ott állok pont. Hiszek nekik. Ha ennyien jönnek ide, elhiszem. Hopp, az leesett. Lucokon azt mondja, én ha játszanék a játékkal és fináléban lennék, akkor leesnék érted, és rántanálak magammal tényleg. Jaj, ne! Tényleg! Igaz, igaz. Négyen estek ki. Hát ez nem volt nagy szűrés. Mi Fortnite-ban néha megyünk community mapeket, és akkor van, hogy egymás ellen dob be minket. Júj! Pedig együtt lépünk be, tudod? Tudom. És akkor mit, hogy 8v8, és így... Most te öltél le? Hát... Igen. Mit csináljak? Gyere, Jolán, itt van hátul a gép mögött. Elvileg. Közben megérkezik Jana, mondtam, hogy utolsó kör. Szia, Jana! Na... Csak előbújt. Nyertem koronát! Le se szarja. És csak azért, nem azért, de hogy... Hogy a Zsolt is itt van, és már másodszor van itt, és úgy nyertem koronát. Ha korona kell, akkor... Akkor lehet... most nem sértelek meg, te vagy a szerencse malacom. Igen, fel lehet engem bérelni. Igen. A 067999 korona kell. Számon tudtad felhívni. Mondjuk ezt a Covid-szezonban annyira nem hangosztott. Igaz. Sziasztok, gyermekek! Itt van Jana! Jöjjön neki egy szívecske! Persze. Tavalyi csibaba! Kicsa mama! Nyáma! Kicsa mama! Ááá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 
In the jungle, the magic jungle, the lion sleeps tonight. Hakuna Matata. Én leszek a bariton, jó? Milyen gyönyörű szó. Te jössz. Nem tudom ezt a szöveget sosem. Nem tudom. Nem. Nem ráz mégis jó. Csak annyit jelent. Most jól eljött. Csak annyit jelent. Szép az élet itt lent. Tiszta élvezet. Élvezet. Az a hátra lapított fül, amivel hallgatta mindet. Timon és Pubba, Zsolt és Dév. Annyira cuki. Ott volt az ágyon és raktam le a kezemet, tudod, ugrott rá. Igen. Na, Volgász, más se kell a zárás. Itt estem ki az előbb. Ne nyávogj. Én szoktam nyávogni. Megjött a parti. Azaz, indul a partibusz. Nem, mert még nem volt nyolc. Ja, de már volt nyolc. Juléka nem kapta. De akkor most adjál neki. Én már régen láttam az Oroszlán királyt, már nem emlékszek rá. És nem nézted meg a filmben? Ja, az élőszereplőst megnéztem. Hát egy gyerekkel biztos, hogy az élőszereplősben szarok lettek. Bocsánat, de a zenék nagyon rosszak voltak az új szinkron hangokkal. Nézd meg. Hát azután, hogy nyalta a hónaljam, ami izzadt volt, elmeséltem a live-ba, hogy... Na, majdnem leütött a cápa. Én Aladinos voltam. Aladinos, szépség és szemületeteket. Hol a hely, hol a jó csoda mindig a... Nem tudom, hol áll. Hát azt se nézhetném meg a gyerek. Vár ezer egyéj. Azt inkább megnézhetném vele, de ilyet mond azért Jafar. Hüvelyken int, beled kint. Az a Jafar kettőbe van. De nem fogják föl ezeket, Jana. Dehogy nem. És nem volt jó az idézet, hüvelykem csak int és beled kint. De szóval én emlékszem magam. Temessük el a régi viszályt. Szóval, tényleg nagyon... Ez gyönyörű volt. Igen, szóval gyönyörű zárás, de Lili bent van. Azt akartam mondani, hogy... Ne, hogy ez... És elfelejtettem.
De az Aladdin és a tolvajok fejedelme, én azt jobban szerettem. Igen, meg az a kedvenc, amikor a szülő mondják a gyereknek, ne nyávogjál már, meg ne izé, ne beszélj már ilyen után, és mit tudom én, meanwhile, mesék. Megjósoltam, hit fogsz kiesni, Dave. De nem. Akkor te meg kosárlabdázzál, Lili, jó? De most gyerekek, nem ez van? És tényleg? Nyávog az összes mese, meg miért beszélnek? Meg a speech is. Meg izék egymásra, meg olyan, hogy mondanak mesékben egymásnak, hogy én sokszor nézek, és ez a hát tényleg, a Ginny-nek is voltak fura beszólásai, mikor viccelődött. Ez kell a gyerekeknek. De! Jana, jól vagy? Kérdezik. Nagyon jól vagyok, nagyon szépen, köszönöm! Tényleg! Jaj, Jöleg! Jaj, lekéleckedik, utána meg sír, hogy menjen fel. Ez ilyen. Jöleg! Na most látod, mennyi szerbe adta a kosárlabdát? Pedig tényleg ritkán adja. Én elsőnek láttam ma a live-ot. Nagyon ritkán adja. De ez rossz, a foci könnyebb. Remélem a dzsungelsz azon, mert megjön egy gól, vagy valami. Mit csinál, néztek, hogy lefújt a lábam. Jön utánam, és meg akarja enni a szopni. Allen jó, szereti. Tetszik neki, hogy szopozni tudja. Igen. Addig örüljön, amíg nekem nem tetszik, hogy nem próbáltam pofozni. Na, amúgy 4-0-ra vezetnek a kékek. 5-0. Hát nálam ez szorosabb volt, 4-3-ra nyertünk, 5-1. Hát ez nagyon egyszerű volt. Ez, ha 50 másodpercig nem dobnak 4-et vagy 5-öt, akkor simán benn vagytok. 9! De várjál már, ez az 1 pont gondolom bedobás, és akkor de nem, 1 labda nem csak 1 pont, mert volt másik. Most azért lett 9-5-ről, mert 4 pontos az arany. 10-1. Lealázzák! 10-2. Ott viszik az aranyat megint, ott van a kéknél. 4 pont az arany. Hány? Mond. De mennyien játszanak most? Nem tudom hányan vannak. 6-6, 5-5. Még 10-nél többen vannak. Lehet, hogy gyenge a neted vagy, amin nézed, Hannak. Írjad, nagyon lagos. Akkor az a net gyengeség lesz. Igen. 16-3, mi ez? 17-3! Ez nagyon csúnya volt. Szép. Szerintem a másik csapat már feladta a próbát. Igen, 17-3. 7-7 ember volt. Nálunk kevesebben is voltunk. Szerintem igen, 12-en volt. 6-6-an voltunk. 6-6 maradt. Sok az a plusz egy ember, mert pont le tud fogni valakit, mert páratlan. Na, Lili megint finálézik? Ezek szerint. Jó, küldöm az energiát, Lili. Küldjük. Na, Hexagon Lili, ezt ügyesen. Ennyi. 7-7-en vagytok, ez easy. Hexagon. Uh-huh. Gon. Gun. Gun. Mindegy. Ugye jön? Gun. Nézd meg, mennyi platform van üresen. Itt körbe tudsz menni konkrétan, Lili. Te csak most néztem elsőnek. Hát 3-at legalább lefoglalsz. Nagyon jó. Jó. Hú, de furán mutatja. Igen, mert állítok rajta, szurkoljunk. Jaj, de szépen kiveszed a talajt alóljuk. Nem az izét, hanem... Nem baj, nagyon jó. Nincs szinkronba az, ahogy ő megy, meg ahogy lezuhannak a platformon. Igen, középe, ez amúgy jó taktika, hogy középüt kiukasztod, és akkor a szélén tudnak majd csak menni. Ez még jó, oké. Okay. Jó, nagyon jó. Úgy látom, ez a taktika Lilinek, hogy a közepét teszi ki először. Jó a csápa, ajjajjaj. Ez szoros. Hatan vagytok így is. Igen. És mind itt vagytok lent a sárgán. 2, 3, 4, ajaj, 5. És ez már lejjebb van. De ne vele menj szinkronba szerintem. Jó. Jó. Hajrá Lili! Ez most nagyon jó. Próbálom nézni, hogy most elzárja ezt a részt, jó. Azt elveszi. Nem jó, nem jó. Kövesd. Ez oké, okay. Jó, nagyon jó, most kellett lassítani. Igen, igen. Ott jön a cápa. Nyugi, nem fognak tudni idáig elugrani. Hát, az leesett.
Gyerünk. Ez az utolsó pillanatokon fog múlni. Igen. Te láttad azt a live-ot, ahol úgy volt, hogy kifogyott az utolsó platform alólam? Tehát, hogy nem tudtam már hova ugrani? Igen. Az kegyetlen volt. Na megint próbálkával játszok. Itt figyelj arra, Lili, hogy alul már fele üres, nehogy ott es le, ahol üres. A kéknek a közepének a fele üres, ha hallod. A szélei jó. Nagyon pró vagy üzenik. Itt nézni kell az alatta levő szintet is, ezt megtanultam. Muszáj. Igen. Jó, ott ugrabugrál a fekete golyó. Jó! Jó! Már rengeteg van, ahova leesett. Nagyon jó. Oda be kell jutni középre, nagyon szép, de ott a cápa is. Ó. Vissza. Nem baj, harmadik. GG azért, szép. Most már megvárjuk. Aha, itt még ők fönt voltak, nagyon látott. Tehát, hogy hiába ugrált volna, ők még fönn vannak nagyon. Igen. És nézd meg, ú, de ügyes volt a cápa. Ott! Nem, ő még itt, na, egyik fönt van, ő meg lent. Tehát megnézzük, hogy ki bírja tovább. Az érdekes. Szerintem a lenti kieszi. Ki fog? És a cápa? Nem. Szerintem a lenti kieszi a területet. És nem, nézd, nem tud hova esni. Várjál, ott még átugrik. Ott még le tud menni. De ott arra vennék. Ott a lent is egyet. Már csak annyi van, itt látod mindkettőt. Igen, oda, azaz. És innen hova hasas, megy? Hasas tovább. Vége. A cápa alatt nem volt terület. Nyerte a golyó. Nem baj, itt tényleg szép volt. Nagyon-nagyon ügyes vagy, Lili. Nagyon prók voltak, tényleg amúgy ügyesek voltak a többiek. Hát egy macskával nézi. Nézzétek! Nagyon jó volt! Extázisba esett! Közben a macska néző, hogy mit csinálsz. Jól áll? Na köszönjük srácok, hogy itt voltatok ezen a random Fall Guys live-on. Holnap annyiba módosul a tervezett live menetrend, hogy nem Fall Guys lesz, mert kimaxoltuk, majd meglátjátok reggel, hogy mi lesz, délután pedig Fortnite, ezt már elállulhatom. Legyen szép estétek, monguftakát, és aki még nem látta a mondókonos videót, az nézze meg. Ide hozod Jolánt elköszönni, babám? Kinagyítom. Jolán, nem igazán akarszak, nem lesz más választás. Úgyhogy itt vagyunk, ott a Jolán. Jó éjszakát! Sziasztok! Sziasztok!